A következő film az alkohol veszélyeire hívja fel a figyelmünket, de ugyanolyan sikerességgel beszél le minket az alkoholról, mint a 90-es évek drogellenes reklámjai. Volt egyszer egy kis falu. Ott élt két szomszéd a legkreatívabb nevekkel. Adam Krück és Adam Trünka. Feleségeik pedig Eva és Eva. Jó barátságban éltek egészen addig, amíg már nem. Igazából a film összes konfliktusát az állatok kezdik. Kecske megeszi a másik udvarát. Kecske! Míg a másik kakasa átjár a szomszédba egy kis hajvágásra. Erről nem akarok beszélni. Krük elmegy a vásárba, hogy eladja a régi cipőiket, hogy a pénzből vehessen egy tehenet. Lók. Talál is egy jó kis tehenet. Én vagyok a kis tehén. Fussá! Fussá már, kecső! És megállapodnak a gazdák 49 aranydukátban, aztán beülnek a depresszóba meginni az áldomást díszes kis kémcsövekből. De ezután az eladó kitalálta, hogy a borjú nem 49 dukátot ér, hanem eurót. Adam átlátott rajta, és nem kért az üzletből. Adam csalódottan vesz a vásárban egy apróságot a feleségének, és egy apróságot magának. Adam tudja, hogy milyen veszélyt rejtegetnek ezek a hidak. Hazafelé találkozott szomszédjával, Trünkával, aki, micsoda véletlen, épp egy tehenet vitt eladni a vásárba. Krük egyből le is csap rá, és szomszédi kedvezménnyel megkapja 33 aranyért. Ismét vissza a patikába. De Trünkáné hamar meg is jelenik, és elrontja a bulit. Miután a teljesen józan férfiak kilépnek a tamponálóból, a tehénnek már nyoma veszett. Beütött a mennykű, kénytelenek voltak megkeresni az állatot. Megkérdezték az első szembejövő polgárt, nem elátta, és ő látta is, de még délelőtt, és a borjú délután tűnt el. Komatre, spýtaj me sa toho. Ten možno nebude taký sprostý, ako ten mešťan, ten pucovec. Megkérdeztek egy másik embert is, de az még hülyébb választ adott. No, vaša jalovica, alebo beží, hey. Alebo ide, ak nestojí.
Végül elmentek az Ádámok a Pógán. Mester! Két Adam ekkor összeveszik, hogy kié is a borjú. Trünka már megkapta a pénzét, ő már továbbadta, de Krük még nem kapta meg az árut. Pógán... Mester! Mindkettőt elküldte az anyjába. Krük még próbálhatni a szomszédja lelkére, hogy adja vissza a manit, és olyan erősen próbálkozik, hogy visszatér a gyerekkorba. Végül Krük legyőzötten hazatér, viszont a hazaút a legnagyobb anime hősöket is elbátortalanítaná. Halálos hidak, alvó paralízis démonok hálják útját. Ráadásul valaki még a szomszédságának dimenzióit is felcserélte, így nem talált haza. Это не моя Эва. Ведь та-то черту подобна, а моя я пекна. Végül rátalál az ő Évájára. Tudósok szerint ezt a képet látod utoljára, a halál előtt. You fuckers! You motherfucker! I will rain! Miután Adam magához tér, próbálja megbékíteni a feleségét, pürésített mézes kaláccsal, professzionális krumpli pucolással és énekléssel. Miután Eva rájön, hogy nincs se pénz, se tehén, elküldi a férfit megkeresni, azzal a megjegyzéssel, hogy addig vissza se jöjjön. Ezután megjelennek nála Trünkájék a kis tehénnel. Kiderült, hogy a feleség vitte haza az állatot, amikor megtalálta a Krimó előtt. Trünka ezután kénytelen volt elmenni, megkeresni Krükot. Eva közben elképzelte a lehetséges szenáriókat. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me. It leaves my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Krük végül hazatér, kiderült, hogy elment dolgozni egy fűrésztelepre, és megkereste azt a pénzt, amit eddig elivott. Ezután megígérte, hogy többet nem iszik, és a mű egy bőséges vacsorával végződik, mert karácsony volt, vagy nem tudom.
körül a hangunkból a ház, olyan a brígus lát a fel, szíved előtt rá lesz a láz.